mindig is függött a külső tényezőktől a magyar gazdaságpolitika, a magyar gazdaság, de én nem tudok visszaemlékezni, hogy ilyen mértékben vesztette volna el a szuverenitását a magyar gazdaságpolitika, mint 2022-ben. 2022-ből, amit magammal viszek, az, hát az ilyen küzdés, így az elemekkel, hogy nekem a tanítópárom ő igazgató lett, és ezért keresnem kellett tanítópárt magamnak. És ez ilyen, teljesen ilyen képtelenségnek tűnik a jelenlegi helyzetben. Nagyon kevesen kezdtük, és egy hatalmas hullám indult belőle. Elérkeztünk oda szeptemberre, hogy már a diákok is beleálltak, aztán mikor kirúgták az első tanárokat, akkor rájöttek a szülők, hogy de hát akkor a gyerekeinkkel most már tényleg mi lesz az érettségén, meg bárhol. Ők is felébredtek, ők is mellénk álltak. Tehát, hogy elkezdődött, és egyre nagyobb hullámot vett. Sajátos új tiltakozási módok jelentek meg, a polgári engedetlenséget emelném ki, amit hát ugye most már szerintem mindenki ismer, tudja, hogy miről van szó, holott egy évvel ezelőtt nagyjából csak azok hallották, akik kifejezetten joggal foglalkoznak, és hát azt hiszem, hogy az én évem az erről szólt, és nagyon bízom benne, hogy a 2023 is valami hasonlóról fog szólni. Szakmailag a legnagyobb tanulság az, hogy legközelebb valószínűleg nem lesz érdemes ismét elkészítenem azokat a táblázatokat, amelyek a kormánypárt és az ellenzék által nyerhető körzeteknek a felsorolását tartalmazzák. Egy olyan politikai rendszerben, amiben mi élünk, egy nem demokráciában igazából nem a választás, a kicsúcsosodása a politikai eseményeknek, hanem valójában az odáig vezető út a meghatározó. Sokat foglalkoztam abban, hogy mi volt az ellenzéki kudarcnak az oka. Ott sok minden tanulságot le lehet vonni, és hogy mit nem szabad elkövetni újra és újra, és hogy mit kell másképp csinálni, hogyan kell másképp beszélni, hogyan kell másképp az embernek hozzáállni a politikához, vagy akár az a rendszerhez, amiben dolgoznia kell. Emberek ezre ismerték fel azt, hogy a sajtószabadság kérdése nem valamiféle elvont fogalom. Azok az emberek, akik a munkánkat segítették, a szabadidejükkel, a pénzükkel vagy a tudásukkal napi szinten helyezték az önös érdekeik fölé a közérdeket. Ezt a fajta hozzáállást várnánk el a politikusainktól is a jövőben. Ezzel az üzenettel vágnánk neki az új évnek, és az előttünk álló időszaknak. Köszönjük mindenkinek, aki segítette a munkánkat, és köszönjük mindenkinek, aki a jövőben segíteni fogja. Mi itt leszünk. Boldog új évet nektek!